Dombovár legújabb kortárs oktatói vehették át tanúsítványaikat a legutóbb megtartott kábítószerügyi egyeztető fórum alkalmával a közös önkormányzati hivatal újvári termében. A fórumot Németh Tímea elnök nyitotta meg, aki ismertette a napirendi pontokat, melyek között szerepelt a 2023-as év munkatervének meghatározása is, ismertette Gábor Zoltán, rendőr alezredes, a KEF társelnöke. Ez volt az idei év első KEF fóruma, ennek megfelelően meghatároztuk az idei év munkatervét, és egy ünnepélyes pillanatnak is tanulni lehettünk, amikor az Eszterházy Miklós Technikum 8 végzős kortárs oktatójának adtuk át a megérdemelt okleveleket, illetve egyenpólóikat. Jelen pillanatban a vidéki iskolákat céloztuk meg a munkatervbe is ágyazott ütemezésben. Azt kell mondjam, hogy hál' Istennek az oktatási intézmények abszolút nyitottak és aktívak ebben. A vidéki iskoláknak az integrálása a KEF fórumban szerintem egy elemi feladat. Kortárs oktatóknak a létszáma igazából igazodik az aktuális tantervi tematikához. Én azt gondolom, hogy több kisebb csoport általában hathatósabban tudja elsajátítani ezeket az ismereteket, mint egy nagyobb plénum. Általában 10-15 fő a maximált létszám egy-egy csoportban. Ahhoz, hogy valaki drogprevenciós kortárs oktató lehessen, a legelső és legfontosabb, hogy hajlandóságot érezzen magában arra, hogy társaival kommunikáljon a későbbiekben. Nyitottság és az a fajta érdeklődés, ami szerintem a tudás melegágya. Ha ezzel a fajta érdeklődéssel fordulnak hozzánk, akkor meggyőződésem, hogy a tanfolyamot, ami egyébként vizsgaköteles és vizsgával is zárul, eredményesen abszolválják. Az információkat aktualizáljuk, természetesen a kortárs oktatók, akik egyébként a reményeim szerint minden egyes ilyen rendezvényen részt fognak venni, az ő tudását is, illetve az ő tudásukat is folyamatosan hallérozzuk, szinten tartjuk, mindig az aktuális problémákkal, idén például az ELF-bárral kapcsolatos tudásanyagokat fejlesztettük. Azt gondolom, hogy ha dinamikusan változik ez a fajta igény, mint ahogy változik, és dinamikusan változik a tananyag is, akkor hatatosan tudjuk felvenni a versenyt azzal, ami mindannyiunk ellensége, a kábítószer, illetve azokkal a függőségekkel, amik a gyerekek számára fontosak. A 2023-as év munkatervének összeállítása során fényderült arra is, hogy több programot is tartogat majd az idei év Dombováron a prevenció jegyében. Hát ennek az évnek az első negyed évét számszakilag és dátumra pontosan meg tudtuk határozni. A többi dátum, illetve azok a programok, azok a tervek, amik eléggé nagyszabásúak, így a kábítószeres világnapra való felkészülés, még a jövő feladata. Az első olyan nagyon fontos, és azt gondolom, hogy mindenki számára érdekes program sorozat március 10-én 18 órakor kerül megtartásra itt a Dombovári Művelődési Házban. Ez kifejezetten a pedagógusok, illetve a szülők részére egy kábítószer prevenciós, a kábítószer, illetve a fiatalkori kábítószerfogyasztással kapcsolatos problémák felismerési jellemzőknek a nagyobb plénumon való propagálása. Én úgy gondolom, hogy ezt egyébként a tavalyi évben is megtartottuk, talán a tavainál nagyobb érdeklődésre számíthatunk, okulva a tavalyi kábítószeres világnapnak viszonylag nagy létszámán. Az azért látszik, hogy jellemzően egy viszonylag statikus kört érint, illetve érdekel ez a fajta előadássorozat. Én azt gondolom, hogy minden inkább propagáljuk ezt, és minden inkább hangsúlyozzuk a fontosságát, minden inkább tudunk előállni aktuális programokkal és érdekes előadókkal, annál nagyobb lesz ez a plénum. A kábítószerügyi egyeztető fórum ülései alkalmával a felmerülő problémákra keresi a megoldást a munkacsoport. Feltett szándékom, hogy a kábítószerügyi egyeztető fórum egy olyan műveleti értekezlet is legyen, ahol konkrét problémákat és a helyi viszonylatban konkrét megoldásokat találunk. Nyilvánvaló, hogy elhangzanak olyan általánosságok, amik elsősorban preventív, generális preventív viszonylatban jelentősek, de ettől függetlenül nem gondolnám, hogy a fórum olyan értelemben kiüresedett, hogy nem foglalkozna az aktualitásokkal. A programban résztvevő fiatalok csoportos formában sajátíthatták el a kortárs segítői tevékenységhez szükséges kommunikációs, önismereti és szakmai ismereti alapokat, emellett a problémák hatékony kezelésével is foglalkoztak a képzés során, melyet nagyon hasznosnak találtak az oktatáson résztvevő diákok. Ha egy olyan dologról kell például drogokról vagy bármilyesmiről beszélni, akkor azt mi a kortársainak nyilván jobban át tudjuk adni, mint egy felnőtt. Én például el tudtam sajátítani azt, hogy sokkal jobban tudok az emberekkel beszélni, meg nem vagyok annyira feszült állapotban, hogyha a közönség előtt kell előadnom, beszélni, és nem dadogok annyira. Azért tartottam ezt fontosnak, mert jobban tudok beszélni így az emberekkel, és mindenféle félelemérzet nélkül jobban tudok velük kommunikálni. És ez 10 óra volt,
Nekem bevallom tetszett, bár először nem nagyon szerettem volna jelentkezni, de úgy vettek rá, hogy jelentkezek, és nekem nagyon tetszett. Azért tartom fontosnak, mert így a korosztályunk így jobban észreveszi egy kicsit, hogy ezeket a szereket nem nagyon kéne inkább használni, és egészségesebb életmódot élni. A legközelebbi program március 10-én 18 órakor kerül megrendezésre a Dombovári Művelődési Házban, mely egy drogprevenciós előadás lesz.